A hétfői magyar nyelv és irodalom írásbelik után kedden matematikából várt számonkérés a végzősökre. Reggel 9 órától a középszintű írásbeli feladatsorok megoldására 180 perc, míg az emelt szintű írásbeli részére 240 állt a diákok rendelkezésére. Az érettségi előtt még a kedvenc témakörökben reménykedtek a végzősök. Leginkább geometriai, sík és térgeometriai, inkább térgeometriai feladatokat szeretnék, mert azokat inkább meg tudnám oldani. A székesfehérvári Vasvári Pál gimnáziumban 190 középszinten, még 28-an emelt szinten érettségiztek matematikából. Két részből áll a matematika érettségi feladatsor. Az első rész egy 45 perces, ilyen rövid kis feladatok, amelyek a definíciók értését, az alapvető problémák megoldását követeli csak meg. Sokszor indokolni sem kell, csak az eredményt kell megadni. A második rész az már egy összetettebb dolog, a 135 perc, ahol ki kell fejteni a megoldásokat, tehát az a klasszikus matematika feladat megoldások lesznek. A Vasváriban egy-egy teremben 16-17 tanuló fért el, akiknek külön padokban a megengedett segédeszközök használata mellett kellett megoldaniuk a feladatokat. Az érettségizők közül többen elégedetten jöttek ki a tantermekből. Nagyon megerőltető volt igazából, viszont az előző évekhez képest én azt tapasztaltam, hogy sokkal egyszerűbb volt. A feladatok valahogy kivitelezhetőbbek voltak, legalábbis számomra, úgyhogy nagyon örülök neki, hogy most egy ilyen jó feladatsort kaptunk. Ezt most igazából jónak érzem, de nem szeretném ugye elkiabálni. Igazából, ami meglepődtem, hogy élveztem, miközben megoldottam, mert ugye úgy éreztem, hogy tudtam. Szóval reménykedtem, hogy lesz benne olyan egy-két feladat, amit tegnap gyakoroltam még, és így is lett. Szóval reménykedek, hogy jó lesz. Az idei matek érettségén halmazok és gráfok voltak az első részben, használt autók és osztály létszáma második részben. Szerepet kapott a valószínűség számítása, statisztika, sok függvényes feladattal találkozhattak az érettségizők az első és a második részben is, és sok definíciót kellett ismerniük a diákoknak. A mindennapi életből merített feladatok, ami a mai világban sokat számít, tehát kamatos kamatszámítás, statisztika, adatok leolvasása, ezek vannak túlsúlyba kombinatorika, ami ugye a logikus gondolkodásra utal. Nem megoldhatatlan, valószínűleg azért 90% fölött nehéz lesz írni, márpedig a mi tanítványaink, akinek ez felvételi tárgya például, azoknak ez sokat számítana, hogy minél több, minél jobb százalékot érjenek el. A hivatalos feladatsort és a megoldásokat a korábbi évek gyakorlatához hasonlóan kedden reggel lehet majd megtekinteni az Oktatási Hivatal honlapján.